A Ganoderma gomba fajtái. Sokszor hallani a pecsétviaszgomba hatásairól. Magyarországon sokan vargagombaként ismerik. Amit már sokkal kevesebben tudnak, az az, hogy a Ganoderma vagy pecsétviaszgomba közel 200 alfajjal rendelkezik, amelyek hatóanyagtartalma nagyon különböző. Semmilyen összefüggés nincs a gomba mérete és a hatóanyagtartalom között. Ez a fontos tulajdonság kívülről nem látszik. A termőtalaj tisztasága, amin a Ganodermát termesztették, szintén alapvető fontosságú. A gombák ugyanis 30-szor annyi hatóanyagot, és természetesen permetszer maradékokat, mérgeket és nehézfémeket szívnak fel, és építenek be a szervezetükbe, mint a növények. Vannak gombák, amelyeket kifejezetten talajtisztításra használnak. Ezért lenne nagyon fontos tudnunk arról a Ganoderma kapszuláról, amit a boltban beleteszünk a kosarunkba, hogy a gomba milyen körülmények között termett, és mekkora a hatóanyagtartalma. Csak hogy ezeket az adatokat a legtöbb cég nem írja rá a csomagolásra. A DXN cég 1993 óta termeszti a saját farmján azt a 6 Ganoderma alfajt, amelyet a legjobbnak ítélt. A feldolgozó üzem olyan magas tisztasági minősítéssel rendelkezik, mint egy gyógyszergyár. A farm, valamint a feldolgozó üzem szabadon látogatható bárki számára.